Ebben a videóban a OneNote program hangfelvételének két érdekes tulajdonságát fogjuk bemutatni, hogy hogyan tudják a diákok jól használni jegyzeteléshez, és hogy hogyan tudjuk mi jól használni a diákok munkájának javításához. Ha a diákjaink előadást akarnak jegyzetelni, akkor a OneNote ehhez egy egészen különleges képességgel is hozzájárul. Semmi másra nincsen szükség, mint hogy a programban a beszúrásnál a hangfelvétel funkciót nyissák meg, és akkor természetesen magáról az előadásról hangfelvétel készül. Közben ők maguk persze jegyzetelhetnek, miközben beszélnek, és egyszerre készül el a jegyzet és a hangfelvétel. Hogyha ezzel megvannak, és utána vissza akarják hallgatni az előadást, akkor nem csak hogy meghallgathatják azt, amiről szó volt, hanem folyamatosan láthatják azt is, hogy éppen az adott szövegnél melyik jegyzett részt írták be. Ezt most hallani nem nagyon fogjuk, mert hogy a belső hangot nem veszi éppen, de ha megnézzük, akkor látható lesz. Láthatjuk, hogy most mutatja, hogy éppen mutatjuk a szövegnél. A OneNote hangfelvételét a diákjaink munkájának javítására is használhatjuk. Tulajdonképpen hangos jegyzetekkel láthatjuk el a munkájukat. Ehhez nem kell más tennünk, mint a beszúrás menüpontban a hangfelvételre kattintani, miután betöltöttük a diákok munkáját. Hogyha ezt gépen írták, akkor egyszerűen egy fájlnyomatot helyezhetünk be, vagy bemásolhatjuk, hogyha kézzel, akkor pedig beszkennelhetjük, és már is megjelenik. És utána elindítjuk a hangfelvételt, akkor természetesen rögzít mindent, amit mi mondunk, és hogyha valahová írunk valamit, például itt ezt aláhúzom, vagy utána itt ezt aláhúzom, esetleg javaslom, hogy ezt fel kellene cserélni, akkor ezekhez a berajzolt, beírt objektumokhoz rögzíti azt a szöveget, amit elmondtunk. Hogyha leállítjuk a hangfelvételt, akkor már is lehet azt látni, hogy amint az egeret fölé visszük, megjelenik itt ez a hanglejátszás, amivel meghallgathatjuk éppen az adott részhez fűzött hangjegyzetet. Ráadásul, hogyha elindítjuk, és azt mondjuk, hogy az egészet szeretnénk meghallgatni, akkor pedig folyamatosan mutatja, hogy hol tartunk. Ugye, mint látható, amiket beleírtunk, azt végig mutogatja, hogyha ugrálni kell a szövegben, akkor természetesen ugrál tovább, tehát a hangjegyzeteinkkel követhetjük magát a szöveget, és az egyes jegyzetekhez tartozó, vagy az egyes aláhúzásokhoz, beírásokhoz tartozó hangjegyzeteket is meghallgathatjuk. Természetesen ezután